Tömegbaleset történt az M7-es autópályán Székesfehérvár közelében, 6 autó karambolozott, az egyik ki is gyulladt. A környéken hatalmas torlódás alakult ki, mert hosszú ideig a Balaton felé teljes útzár volt. Az egyik autó a szalagkorlátnak csapódva, a többi pedig a túloldali sávban összetörve. Ezt lehetett látni a becsapódás után az M7-es autópályán. A reggeli csúcsban történt a baleset, itt Fehérvár határában a 63-os kilométernél az M7-es autópályán. 6 autó ütközött össze, és az egyik ezek közül ki is gyulladt, itt mögöttem látható ez az autó. Ennek az ütközés során valószínűleg megsérült a benzintankja, és az üzemanyag a pályára csorgott, és ezután gyulladt ki ez az autó. A kigyulladt autóban 2 utas volt, ők a szerencsének köszönhetően könnyebb sérüléseket szenvedtek. A tömegbalesetet a többi autós épségben megúszta. Az oltás nehezítette, hogy a járműnek az üzemanyagtankja megrongálódott, és a benzin kifolyt a gépjármű alá. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett habsugárral folytották el a lángokat. Elsődleges információk szerint a baleset akkor történt, amikor a lehajtósávba be akart sorolni egy autós. A manővert nem tudta befejezni, mivel hátulról nagy sebességgel belecsapódott egy másik autó, majd sorra követte a többi. A műszaki mentés és a helyszínelés idején teljes útzár volt az autópályán. Több kilométeres kocsisor torlódott fel ezen a szakaszon, így órákat kellett várni a sofőröknek, mire újra megindult a forgalom. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség.